megkaphatunk? Ez egy adomány. No, nem kell, én nem kérem. De nekem nem ugye az, hogy jár valami. A Borsod megyei Ároktön vagyunk, ahol a Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány kismalacokat fog osztani a rászorulóknak. Az alapítvány vezetője Hegedű Zsuzsa, Ormán Viktor tanácsadója. Abban a pillanatban, hogy lehetőséget kaptak, hogy megműveljék a saját kertjüket és kisállatokat tartsanak, minden önkormányzat arról számolt be, hogy ráadásul jókedvűek lettek az emberek, van miért felkelni, és van mit enni. Hajdi! Hol vannak? Gyere már, picitbe rakjuk rá! Tavaly mindenki tyúkot kapott, és napos csipét, és terményt, és vetőmagot. Akkor lesz értelme, hogyha a megkapott élőállatból önfenntartóvá tud válni. Tehát figyel arra, hogy keltessen. Ez keveseknél megy még. Van, akinél csak annyi volt, hogy köszönte szépen, szépen tovább etette, vigyázott rá, és néhány hónap alatt megették. Mihez fognak kezdeni a malacsal? Jaj, mi nagyon tudunk képviselni. Most is van nekem 4. Akkor a kis csirkeit is ilyenekre neveltünk. Majd felnevelem. És akkor karácsonyra biztos vagyok benne, hogy lesz belőle egy jó kis disznódort. Ez egy kitörési pálya, de ahhoz, hogy az emberek el tudjanak indulni, először segíteni kell, hogy legyen egy kapaszkodójuk, hogy fel tudnak állni, ugyanis 20 éve pontosan ezt vették el tőlük. Ön szerint a közmunkaprogram az egy lehetőség a kitörésre valakinek? A közmunkaprogram ugyanolyan kapaszkodó, mint a mini házfáj. Én megalázónak tartom, mert ezek az emberek legalább annyit dolgoznak, mint bárhol máshol a munkatörvénykönyvesek. Az, aki idősebb és a gyermekére nem kap gyerekkedvezményt, azt a klasszikus 47.000 forintot kapja ki egy hónapra nettóban, és nem többet egy fillérrel sem. Én is azt gondolom, hogy minimálbért kellene adni, de Magyarország nagyon nehéz helyzetben van. Az volt a kérdés, hogy 100.000 embernek adjuk összesen a közmunkát minimálbérrel, vagy pedig 230.000-nek 48.000 forinttal. Ez arra kell, ahogy a miniháztáj is. A miniháztáj elég ahhoz, hogy legyen a családnak fehérje és zöldség. De arra nem elég, ahol 6 gyerek van, hogy utána még a tojást el is adják. Nagyon nem vagyok elégedett, mert nem adtak nekem kacsát, meg csirkét, meg a táp is elfogyott, csak malacot kaptunk. Most is arról volt szó, hogy adják az egy gyerekeknek is a malacot, most pedig már vitáznak, hogy kaptak malacot. 40 darab táp és 40 darab malac érkezett. Ez pedig kiosztásra került. És hány igénylő volt? 64, ugye? Igen, 64. Ott történt a baj, hogy itt föl vannak tüntetve az egygyermekesek is, és akik malacot igényeltek, és viszont átvették az egygyermekesek is a malacot, mert ugye hiába az alapítvány azt mondta nekünk, nem, bocsánat. Hát itt a papír, hozták ők, mit kell van ilyen? Van egy felmész, és van egy pénzügyi keret, és ha a pénzügyi keret nem engedi az egygyermekeseknek, mert a két gyermeknek a ráfordítási költsége több, mint az egynek, akkor az egyenlegeset úgymond zárták ki, vagy most nem juttatták ki el. De máshol miért nem zárták ki, például kiszacsagénben? Oda mondjad már, Babi, oda. Annak a kockás kabátosnak, ő a professzor, azt is megkérdezni. Oda nem mer senki menni, mindenki. Ők azt mondták, hogy ára az egyenlegeseknek mindenkinek. Akkor menjünk oda, Babi, most már. Oda, ezt az állítást. Ha most egyszer jár az egyenlegeseknek, akkor most miről beszél? Mutassa meg nekem, ki mondta. Na. Gabi, mutassa meg nekem. Mutassa ki mondtátok, már itt mondta, ki mondta? Tavaly csak a több gyermekesek kaptak, idén már az egy gyermekesek is. Aki kérte, az kapta. A probléma van, hogy elvitték azok, akiknek egy gyerekük van, és megint ugye ki lettek zárva az egy gyerekesek, és maradt itt olyan, akinek több gyereke akkor van. Akkor tessék megoldani, mert én nem tudom a helyieket megszervezni, hogy ki kicsoda, én nem vagyok a rendőrség. Szeretném kérdezni, ezek, akik itt maradtak, ezek a cigány személyek. És azoknak, akik kaptak, ezeknek is ugyanúgy járnak, ugye? Nem, semmi nem jár, uraim, ez egy adomány. No, nem kell, én nem kiabálom. De nekem nem ugye az, hogy jár valami. És én nem a cigányoknak adok, én a rászorulóknak adok. Gyertek és várjátok meg, hogy kijön a izé és a szociális... Megvárjuk, első között fogunk pályázni. Ja, hát ha aki nem pályázik, az én öröm meg. Azért jó. Találtam ki az egyet. Jól van, jó utat hazafelé. Köszönöm szépen, viszontlátásra. És itt így mennek a dolgok.